Az Ópusztaszár Gyermekszív Nagycsaládos Egyesület 25 éves évfordulója alkalmából egy családi nappal készültek Ópusztaszeren. Az ott szereplő fellépők műsorát tekinthetik meg a következőkben. És akkor megkérdezik az ünnepősorokat, fogadjátok nagy szeretettel, Kopinyi Vágyi Zsuzsanna és tanítványának, Molnár Csendének a hegedőnek adott dalokon. Először együtt fogják előadni Balázs Árpád hajnali köszöntőjét. Thank you.
Kisteleki dobtáboron résztvevő gyerekek közös műsorának harmadik részét tekinthetik meg a következőkben. Következik Merigórán! Ez meg szintén Eckhard Kopecky darabja. Most a dobosunk előrelép szilofonozni. Milyen érdekes, ugye? Ugyanis a zeneiskolai oktatásban nem csak egy hangszeren kell tanulni, hanem ha lehet, minél többel meg kell ismerkedni. A célunk az, hogy ugye valaki nagyon szeret dobolni, de hogyha kicsit tud dallamhangszeren játszani, akkor valószínű, hogy több mindent meg fog tanulni, lesz egy dallamvilága, és arra még otthon is jobban el tudja képzelni, hogy hogyan kell egyáltalán nem csak dobolni, hanem a dobbal hogyan kell tudni kísérni, alkalmazkodni a többiekhez. És a következő darabunk tehát Merry Go Round, és pedig aki dobol, Megyeri Dávid. Kisteleki. Szerint Rockhouse 2 előadják Masa Borna szilofon, Tóth Csongor először marimbán.
Morahalom, Félegyháza, és Nagy Csanád, Dobol, Kistelekről. És Kongán közeműködik a nap folyamán még. Megesz ki, Anna! Következik Rocking Stone, előadja Tóth Csongi, szintén marad marimbán. Nagy Csanád most kilépett a dobok mögül, szilopanozni fog. Rekeszki Péter és Rekeszki Anna, a testvérek kísérnek bennünket. Kistelekről. A szerző Matthias Schmidt szerzeménye, őtől is fogunk játszani két siker darabot. Az első, amit tőle választottunk, a Rulett. Szinte ugyanaz a csapaton, csak Csongi beül dobolni, aki még most hozzánk újra csatlakozik. Major Dániel. De most nem dobol, most marimbáz. Thank you.
Hát ilyesmi szerzemény következik. Rock a hajón, rock and bow. Ki hozzám csatlakozik, az nem más, mint... Bence! Móra halomról. Paska. Bamboo Song. Egy gyönyörű lírai dal. A Bamboo Song. A szólista Nagy Csanád László szilofonon. A Kistelek Egészségfejlesztési Iroda szervezésében dr. Szurgent József bőrgyógyászt kérdeztük a leggyakoribb bőrproblémák kialakulásáról. Dr. Szurgent József bőrgyógyászt kérdezzük a nyár folyamán kialakuló elváltozásokról. Először is köszöntöm Önt. Mi az, amire a nyár folyamán figyelni kell mind a felnőttek, mind a gyerekek tekintetében? Igen, hát ugye vannak a bőrnek természetes változásai, ami napfény hatására alakulnak ki. A természetes változások tulajdonképpen védekező mechanizmusok. Igazából ugye, hogy ha megfelelő fokozatot betartjuk, akkor szépen le tud barnulni a bőrünk. Ez a barnaság tulajdonképpen melanin felszaporodást jelent, tehát a festék, a bőrfesték felszaporodását jelenti.
elsősorban az írha és a lentebbi rétegeknél véd. Tehát ebből mindjárt következik az egyik gyengesége, hogy tulajdonképpen az epidermál és a felső sejtsorokat azt igazából nem védi. Körülbelül egy olyan 20%-os védelmet jelent a bőr számára. A másik védekező mechanizmus ugye az, hogy a felső réteg, az úgynevezett keratinizációs réteg, az megvastagszik a napfény hatására. Ennek ugye vannak akut és vannak krónikus tünetei, hát akut az, hogy lebarnulunk, leégünk esetleg, hogyha hirtelen történik, nem fokozatosan történik a napsugárnak a hatása, akkor alakul ki az akut gyulladás, ami egészen a hólyagos gyulladásig elmehet, de természetesen, hál' Istennek, nem ezzel szokott kezdődni, és nem ez szokott a leggyakrabban előfordulni. De a napégés az mindenképpen összefügg azzal a UV-sugárzással, amit ilyenkor a bőrünk kap. Igazából ugye a betegségeket, elváltozásokat két csoportra lehetne ilyenkor sorolni. Az egyik, ahol a napfénynek a kiváltó szerepe bizonyított, és az elváltozás, vagy betegség, vagy kóros állapot csak azért alakul ki, mert a nap éri a bőrünket. A másik része ennek, amelyiknél a napnak nem okozó szerepe van, nem kóroki szerepe van, hanem igazából csak rásegít a már meglevő dolgokra. Érdekes módon persze az lehet akár javulás is, de általában nem javulás szokott lenni, hanem rosszabbodik az állapot. Ezekre mindre találkozunk, és mindre találunk ilyenkor példákat. Ilyenkor gyakran jönnek azzal, hogy mezőgazdasági munkavégzés közben, mondjuk a karokon, elsősorban nyilván karokon, alkarokon kialakul ilyen nagyon érdekes, nagyon különleges, ilyen megmagyarázhatatlan vonalszerű, pontszerű, amire azt mondanánk, hogy hát ilyen betegség nincs is, de éppen azért alakul ki, mert a növények vagy a növények leveleinek a kontaktusa hozza létre ezeket az elváltozásokat. Vagy úgy, hogy önmagában, tehát az a növény az lehet irritáló a bőr számára, vagy pedig a bizonyos anyag jut a növényből a bőrünkre, és akkor ez az a napfénnyel együtt okoz gyulladást. Ezekkel különböző variációba fordulnak elő, de ilyenkor gyakran jelentkeznek a mezőgazdaságban dolgozók ilyen problémával. Tehát a napozásnak ugye az akut hatására, a krónikus és a késői hatása az még súlyosabb, azon kívül, hogy szépen lebarnulunk, ez a legjobb eset, de ugye maga ez a barnaság is azért legtöbbször a bőrnek az öregedésével jár. Tehát ráncosabb is lesz az a bőr, erek lesznek azon a bőrön, hámlik az a bőr, szárazabb lesz az a bőr, tehát kialakul egy olyan nem kívánt állapot, amit se hölgyek, se férfiak nem szeretnek. Ez a minimum, ez mindenképpen kialakul. Ennél súlyosabb dolgok alakulhatnak ki akkor, hogy ez a hatás ez még tovább tart, akkor vannak olyan daganatok elsősorban, amire gondolunk ilyenkor, amik a nap hatására alakulnak ki, és a hosszantartó elnyújtott többszörös besugárzásra jönnek létre. A melanoma helyzete az, ugye, az egy más. Ott inkább a gyermekkorban elszövemedett nagyobb napégéseknek van, vagy lehet szerepe, amelyek évek, akár évtizedek múltán később okozhatnak ilyen rossz indulatú elváltozást. Mindezeknél persze ugye sok ilyen van az orvoslásban, az orvostudományban, vagy a biológiáról van igazából szó, és az emberi szervezet is egy biológiai szervezet. Nagyon nehéz sokszor azt megmondani, hogy mivel teszünk, mi a jobb, vagy mi a rosszabb. Na most egy olyan napozás, ami fokozatosan vezetődik be, egy olyan napozás, ami csak meghatározott ideig tart, ez például nagyon jó lett a D-vitamin termelés szempontjából. Ugye a szervezetünk úgy jut D-vitaminhoz, hogyha az előanyagai révén a bőr D-vitamint állít elő. Na most, ha mi mindenáron eltiltjuk a betegeket, ha mi mindenáron burokba tesszük a betegeket, ha mi mindenáron még be is kenjük, meg mindent bebugyoláljuk őket, hogy ne érjen napfény a bőrüket, akkor nem biztos, hogy a D-vitamin szempontjából, sőt, biztos, hogy a D-vitamin ellátás szempontjából rosszat teszünk. Mert az statisztikailag kimutatható, hogy D-vitamin hiányban szenvedünk, főleg ugye a őszi-téli hónapok után, tehát a tavaszi-nyári hónapok elején. És az azért
legalábbis érdekes, de inkább megdöbbentő, 10 emberből 8-9-nél ez az abszolút vagy relatív D-vitamin hiány kimutatható. Tehát igazából ugye most a napfényből indultunk ki, hát most mi a jobb, hogyha jól lebarnulunk, és van vitaminunk, vagy pedig védjük a bőrünket, és akkor nem lesz mondjuk bőrrák. Tehát itt valahogy a középutat érdemes valahogy megkeresni és kiválasztani. Napozásnál mennyire fontos a napvédők használata, mint gyerekeknél, és mint felnőtteknél? Hát ugye feltetjük úgy is a kérdést, hogy mit tehetünk ezek ellen, vagy mi az, ami ilyenkor segít rajtunk, és akkor már ugye szóba jön az is, hogy fényvédőket használunk. De én azért azt hiszem, inkább ott kezdeném, hogy okosan kell lehetőleg napozni, és okosan kell kitenni a bőrünket a napfény hatásának, vagyis először is fokozatosan, lehetőleg kisebb felületeken, így is érdemes a fokozatosság, és odafigyelni, és úgy is érdemes, hogy időben fokozatosan, tehát okosan kell igazából napozni, van, aki ezt úgy fogalmazza meg, bizonyos fokig én is egyetértek ezzel, tehát a fokozatosság nagyon fontos, az is, hogy már a későbbi időben is, amikor már benne vagyunk a napos időszakban, hogy a 11-től 3-ig tartó időszakot azt azért lehetőleg árnyékba érdemes eltölteni, mert az új sugarak nagy része, a több mint 60% a 11 órától 3 óráig éri el a földünket. És ugye ezt legegyszerűbb kikerülni. Na most persze nyilván még vannak más dolgok is, ugye, hogyha fényvédőket használunk, az is egy lehetőség gyerekek és felnőttek számára is. De én még ezelőtt fontosabbnak tartanám azt, hogy az öltözködés, a ruházkodásunk olyan legyen, hogy védjük magunkat. Ugye az, meg kezdjük mindjárt a szemnél, hogy nem csak a bőr, a szem is nagyon ki van téve ilyen napártalomnak, az UVB és az UVA sugárzásnak, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor tegyünk föl egy napszemüveget. És ha olyan helyen vagyunk, például ugye a napnak a fokozott károsító hatása, vagy éppen javító hatása érvényesül mondjuk vízparton, ahol a víz is visszaveri még a fény egy részét, vagy ilyen nagyobb beton felületeknél is érvényesül ez, és ami egyáltalán nem elhanyagolható az, hogyha magasabbra megyünk, tehát mondjuk egy hegytetőn, domboldalon, ahol a tenger szintje fölött vagyunk, ott még jobban érvényesül ez a hatás. Persze talán azért arra is érdemes lenne csak így közbevetőleg beszélni, hogy igazából ugye milyen szerepe van az ózonnak, és ezt erről is nagyon sokat hallottunk régebben, hogy ugye az ózon hatására nem jut el az A és a B sugáron kívül, a C sugarakat teljesen kiveszi az ózon. Nos, hogyha ez nem így lenne, akkor bizony nagyon nagy bajba lennénk, mert akkor ez a bizonyos C sugárzás, hogyha elérni a földünket, akkor a sejteknek az örökítő anyagát az nagyon súlyosan tudná károsítani. Tehát gyakorlatilag szükségünk van az ózonra, mert ha nincs, akkor bajba kerülhetünk. Az UVB sugaraknak a nagy részét is az ózon lefogja. Az UVA az keresztül megy azon is, tehát az UVA-val szemben az ózonnak nincs olyan nagy jelentősége, mint a másik kettőnél. Na most ugye mi a védelemről beszéltünk, és innen csúsztunk egy kicsit az okok felé el, tehát lehetőleg olyan legyen az idő, a napozási szokás, ugye amiről beszéltünk, hogy fokozatos legyen, az időben nem mindegy, hogy ez a 11 és 3 óra közötti időszakot azt lehetőleg hagyjuk ki, a ruházkodás, tehát a szemüveg, a kalap, a sapka, amit fölveszünk, amit viselünk, az ing nadrág, ugye nyilván rövid nadrág, a kényelmes, kellemes és a hasznos ilyenkor, viszont nem mindegy a ruhának a színe sem. Általában a világos színek, főleg a fehér az a szín, amelyik leginkább visszaveri a napsugarakat és leginkább véd a napsugarak ellen. Tehát az öltözködés az nagyon fontos. A ruháknál is megvan ez, hogy mondjuk ugyanolyan vastagságú ruha közül melyik az, ami jobban védi a bőrünket, és melyik az, ami kevésbé. Na most a fényvédőkre, mégis ugye itt lukadunk a fényvédőknél, aminek szintén nagyon fontos, hogy megfelelő, tehát olyat használjunk, amelyik az UVA és az UVB sugarakkal szemben egyaránt védi a bőrünket, megfelelő koncentrációba vigyük föl,
megfelelő helyre vigyük föl, tehát mondjuk nyilván azokra a részekre, ahol a nappal találkozik a bőrünk, de oda viszont, ha kell, akkor esetleg akár többször is naponta, attól függ, hogy mennyire erős a napsugárzás. Arra az egyre nem nagyon érdemes használni ezt a fényvédő kenőcseket, krémeket, hogy ezzel meghosszabbítsuk a napon az időtartamot, meg ugyanott vagyunk, ahol elkezdtük a dolgot, tehát ez nem érdemes, viszont egyébként pedig nagyon fontos a gyerekek számára és a felnőttek számára is. Mint ugye beszéltünk róla, hogy igazából ugye a fiatalabb korosztály veszélyeztetett különösképpen erre, ebből a szempontból, és ott is az igazi erős nagy napégéseket, azt lehetőleg kerüljük el. Amikor a szűréseket csináljuk, ez külön kérdés, hogy gyermekkorban súlyosabb leégései, napégései voltak-e, mert amennyiben igen, akkor egy kicsit jobban, még jobban oda kell figyelnünk. A másik ilyen állapot ugye a bőr státusz is egy nagyon fontos, a bőrtípusok, ugye ötféle bőrtípus van. Minden esetre az egyik véglet az, amikor valaki mindig leég és soha nem barnul le, a másik véglet az, amikor valaki mindig lebarnul, sőt egyáltalán a nap nem árt a bőrének. Ennek a spektrumnak a másik vége. Na most, akinek érzékeny a bőre, akinek ez a bizonyos, úgy mondtuk régebben, hogy fehér bőr típusa van, ott bizony ők még jobban rászorulnak arra, hogy ezeket a napvédő dolgokat betartsák, és még inkább használják a fényvédő kenőcseket, krémeket. Ugyanez a csoport, amikor van egy úgynevezett szindróma, amikor valaki nagyon sok anyajegy jelentkezik már, esetleg születésétől fogva, aztán később még több lesz. Ráadásul, hogyha ezek az anyajegyek egy bizonyos típushoz tartoznak, akkor nagyon fontos a fényvédelem, a fénykerülés, ezt mindig rá is szoktuk írni, és hát nyilván a szűrésekkel lehet az ilyen egyéneket kiszűrni, és ezért fontosak a szűrések. Én például a saját tapasztalatom is, hogy sokszor voltam szűrésen, de volt egy olyan alkalom, amikor útépítőknél voltam, és az útépítőknél sokkal, de sokkal több ilyen nap által okozott károsodást lehetett észrevenni. Tehát nagyon sokban függ az, hogy ki mennyi ideig, milyen erős, intenzív és mennyire intenzív napsugárzás éri a bőrünket. Azt szokták mondani, hogy a bőr nem felejt, és ezek a károsító hatások összegződhetnek az évek során. Beszélhetünk egy kicsit arról, hogy a szolárium mennyire is káros, vagy mennyire nem ajánljuk? Igen, tehát ugye ez egy esztétikai probléma. Tulajdonképpen a hölgyek úgy gondolják, hogy a barna bőr a szebb, és a barna bőrre mindent is megtesznek, többek között a szoláriumit is. Egyébként ugye van olyan bőrbarnítási lehetőség, ami nem kapcsolatos a szoláriummal. Van egy bizonyos anyag, amivel bekenik a bőrüket, és 5 napig nagyon szép barnának néznek ki. Persze aztán 5 nap után újra kell ezt alkalmazni. Egy kicsit ugye a szolárium is ilyen. Most azonban ne vitatkozunk, hogy most kinek melyik bőr tetszik, a szép fehér bőr vagy a barna bőr, de a barna bőrre úgy gondoljuk, hogy az egészségesebb szervezetet takar például. Ez is az egyik oka talán annak, és valóban hát azért egy barna bőr is nagyon szép. Ja, a szolárium viszont az egész barnulás és az egész, amiről szinte eddig beszéltünk, ugye ott két dolog van igazán, az egyik az, hogy a károsító hatás következtében egy ilyen fokozott bőröregedést hozunk létre, és ez a szoláriumra is érvényes, különösképpen érvényes akkor, hogyha mondjuk valaki nyáron, amikor a nap is károsítja a bőrünket tulajdonképpen, meg a szolárium is ugyanezt teszi más oldalról, és ennek az összegzése nem nagyon kellemes, tehát arra nagyon kell vigyázni. Eleve a szoláriumot nem szeretjük, a szolárium, ha más nem, és nem csinál nagyobb bajt, annyit biztosan csinál, hogy a bőrt öregíti, és hát azért ez senkinek nem célja, hogy ráncos legyen, vagy eres legyen a bőre, vagy hám, szóval, ami a bőr öregedésével egyébként is jár, és egyébként is ki vagyunk téve ennek, hát ezzel fölgyorsíthatjuk. Ez az egyik. A másik az, hogyha egyébként ugye ráadásul más tényező is van, például az, hogy egyébként nap van és a nap is, akkor a kettő összegződhet. Most, hogy gyógyszereknél, ugye nagyon érdekes a gyógyszereknek a szerepe is. Lehet, ugye
egy bekenjük a bőrünket valamilyen gyógyszerrel, és attól begyullad. Ez egy kontakt jellegű gyulladás, az lehet allergiás, lehet irritatív, azt a lefolyása, a tünetei mutatják meg, és a kivizsgálási eredmények tulajdonképpen. Na most lehet ez annak a következmény, hogy valamit ráviszünk a bőrünkre, és az a nappal együtt okoz egy gyulladást. Ezt is kihasználják egyébként a gyógyításban is, csak hogy mellesleg mondom, és lehet az is, hogy valaki szed valamilyen gyógyszert, vagy éppen azért szed valamit, hogy azt utána később minimálisan besugarazva egy bizonyos esetekben gyógyulás jöjjön létre, de ez megint nem igazából ide tartozik. Ami ide tartozik, az, hogy valaki szed mondjuk egyfajta gyógyszert, vagy bekeni egyfajta gyógyszerrel a bőrét, és akkor a nap hatására egy csúnya gyulladás alakul ki. Vagy úgy, hogy helyileg ott van a fényérzékenyítő anyag, vagy úgy, hogy beveszik, és akkor a keringés révén jut arra a felületre, amit a nap is ér. Na most, hogy melyik gyógyszerek ezek? Egyrészt tudjuk azt, hogy bizonyos gyógyszerekre jellemző, hogy ilyen kialakulhat. Nem azt jelenti, hogy minden esetben ki fog alakulni, csak azt jelenti, hogy kialakulhat. És akkor ezekre azért ilyenkor nagyon kell figyelni. Ezt előre nem lehet pontosan megmondani, hogy majd kinél fog ez kialakulni, vagy legalábbis ez nem rutinszerű vizsgálat ma még. Sajnos akkor, mikor ez kialakul, mikor ugye beveszi valaki a gyógyszert, plusz a napra kerül a bőre, akkor el szoktuk mondani, hogy ha valaki azt észleli, hogy nagyon hirtelen begyullad a bőre, vagy nagyon erősen viszketni kezd a bőre, akkor megmondjuk, hogy ez egy olyan gyógyszer, ami a nappal okozhat problémát. Ha lehet, akkor nem akkor adjuk, amikor nap van, de nem minden gyógyszert lehet azért megtagadni, mert mondjuk esetleg a napon gyulladást okoz. Ez előfordul, tehát akkor a gyógyszereknél is. A téli napozás, illetve a napfénynek a téli hatása ugyanúgy megvan. Tehát, hogyha valaki mondjuk arra szorul, hogy fényvédő krémet, kenőcsöt, bármit használjon, akkor annak télen ugyanúgy kell használni, mondjuk nyilvánnak az arcát, vagy csak amit érhet a nap. Ez ugyanúgy a télre is vonatkozik, nem a meleggel függ össze. Vannak olyan nyári bőrbetegségek, amelyek a meleggel, az izzadással függnek össze, de a napnak a hatása nem a meleggel függ össze, hanem ez télen ugyanúgy érvényesülhet. A kistelki tündőrkertben kenyérszentelést tartottak. Kistelekváros polgármesterének, Nagy Sándornak, valamint Antal Imre plébánosnak a beszédét tekinthetik meg a következőkben. Kedves Marika, tisztelendő atya, kedves valamennyien, akik megtiszteltük egyfelől Marikát, másfelől pedig köszönjük a meghívást. A meghívás, mint ahogy ő is mondta, nem az első, és reméljük nem is az utolsó. És ahogy hallgattam Marikát, meg az utána szólót, tulajdonképpen mindaz, amit mondtak, szerintem nagyon-nagyon szép volt. Lassan politikus is lehetnél, zárójelbe. És egy szép üzenetet is elmondtak nekünk. Egy picit ilyenkor tanulni is jöttünk. Hogy szeretetete, vagy azt, hogy egyébként milyen békeszigetet létre lehet hozni őszinte lelkesedéssel és őszinte akarattal. Mégis azt látom, hogy évről évre maradjunk a szigetnél, az mindig többet és többet tud adni. Én legalábbis így érzem, hogy amikor tényleg ideér az ember, akkor szigetszerűen érzi valahol magát ebben a világban. És akkor, amikor kenyeret tesznek elénk az asztalra, akkor bennem például megfordult, hogy ebben a kutya világban, kutya évben, amit most megélünk itt akár a vírus kapcsán, mi is, amikor a legnehezebb része volt, a feleségem otthon sütött kenyeret. És lassan ez a jóléti társadalom, aki kiszolgáltatottá tesz bennünket, nyugodtan vallhatjuk be, akkor nem is csak egyfajta ünnep,
nem is egyfajta szeretet, hanem akár az életbe maradásnak is lehet ez az ünnepe, és akárhogy is, akármint is, valószínűleg nem csak neked kellett megtanulni kenyeret sütni, hanem mindannyiunknak tudni kell kenyeret sütni, mert az egy olyan érték, mint ahogy előttem elmondtátok, ami gyakorlatilag jelent minden. Én a város nevében köszönöm meg Marikának, hogy ezt a hagyományt, ezt a tudást, és ezt a fajta szeretetet, ezt évről évre megkaphatjuk. És ha jellemeznem kellene, akkor egy példát szeretnék önöknek mondani. Nemrégiben megkeresett bennünket a TV2, hogy 5 percet, 8 percet, 3 percet szeretne kistelekről forgatni. És nevezzünk meg olyan dolgokat, helyszíneket, amiben talán egy picit mások vagyunk, mint a többi település. És tudják, mit neveztünk meg elsőnek? Vagy neveztem meg? A Tündérkert. Ez más, mint valamennyi településen, valamennyi ünnepi helyszín. Mert ez egy ünnepi helyszín is. És én jó magam is, Marika, büszke vagyok erre, hogy te ezt létre tudtad hozni, te ezt évről évre fejleszted, ápolod, és nincs más jó szó erre. Köszönöm. Köszönöm a város nevében, és adjon a neked a nagyon jó Isten még nagyon sok erőt, egészséget, hogy tanítsál, mutass példát, és az, amit te mondtál, hogy vigyázz, hogy mit akarsz igazán, mert megvalósul. Úgyhogy gratulálok, Isten hozott valamennyiünket, és itt van a fővigyázónk, akinek ezennel nagy tisztelettel átadom a szót. Szép napot kívánok mindenkinek! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek! Szeretettel köszöntök én is mindenkit! Kistelek, Szent István király városa. Ő a város védőszentje, és már évek óta az ő ünnepére itt a Tündérkertben kezdjük az előkészületet, és habár ebben az esztendőben a városi programok túlnyomó része a jól ismert ok miatt elmarad, örülök, hogy itt a Tündérkertben mégis találkozhatunk, és pár percig együtt lehetünk, és megemlékezhetünk első nagy királyunkról, aki kenyeret helyezett a nemzet asztalára. Egy apának, egy atyának az a legfontosabb feladata, hogy megteremtse családjának a betévő falatot, asztalt terítsen számukra. Ennél fontosabb feladat nincs. És amikor Szent István király ünnepére készülve megterítjük az asztalt és kenyeret helyezünk rá, akkor a nagy királyra emlékezünk, aki nem csak testi táplálékot, hanem szellemi táplálékot is nyújtott az ő népének, nekünk, mai magyaroknak is, amikor hitet, reményt és szeretetet nyújtott számunkra, és megtanított bennünket arra, hogy csak összefogással, egymás segítésével és támogatásával tudunk jövőt biztosítani a következő nemzedéknek. A kenyér ennek a szimbóluma, hiszen tudjuk, hogy mennyi áldozattal és milyen komoly összefogással, összetartással jár az, hogy kenyér kerüljön az asztalra. Itt, ahogy említették, már a hajnali órákban nekifogtak, de gyermekkoromból én is emlékszem, és örülök, hogy nem csak egyedül vagyok itt Erdélyből, amikor édesanyám már előző este megfőzte a krumplit,
aztán pedig reggel hajnali 3:30-kor felkelt, és előkészítette a tésztát, az aztán összeállt, és számomra a legélvezetesebb az volt, mikor begyújtotta a kemencét, és a téli hidegben, mi gyerekek, öten vagyunk testvérek, odaálltunk, és ott melegedtünk, és aztán vártuk, hogy mikorra sül ki a kenyér, és mikor kezdhetjük el fogyasztani azt. Ez egy olyan élmény, egy olyan tapasztalat az én életemben, amit soha nem fogok elfelejteni. Ennek van egy hangulata, de ebben van egy olyan összetartó erő is, ami az embereket egyé kovácsolja. Ez a kenyér. Így születik a kenyér, így születik az összetartás, így születik a jövő. Örülök, hogy itt a tündérkertben nem csak egy évben egyszer, hanem ha akarjuk, minden héten részesülhetünk ebben az élményben. Marika azt mondotta, hogy 12 kenyeret tud sütni ebben a kemencében. A 12-es szám az a teljességnek a száma. Magyarul, aki ide jön, itt mindenki jól lakik. Nem szükségszerűen kenyérrel, azzal is. De jól lakik nyugalommal, jól lakik békével, jól lakik csendességgel, jól lakik szeretettel. És milyen szép a magyar nyelv, soha nem is tűnt fel nekem, ahogy Marika mondotta, hogy a szeretet az etet táplál. És azt hiszem, hogy mindannyiunknak erre van a legnagyobb szükségünk. Mert lehet, hogy sokszor terüly-terüly asztalkán van, de hogyha senki nem szeret bennünket, és mi sem szeretünk senkit, akkor nagyon szegények vagyunk. A szeretet tesz bennünket gazdaggá. Hát kívánom, hogy ezt mindannyian megtapasztalják. Áldja meg az Úr ezt a kenyeret, ezeket a kalácsokat, és adja meg nekünk, hogy mi, akik ebből táplálkozunk, testünknek erőt, lelkünknek üdvösséget nyerjünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.